A díszlet már elkészült, a premierig azonban még 2 hét van hátra. A Klúdi Kamara színpadon Boris Akunin Sirály című fekete komédiájának próbája zajlik, a szereplőket Szabó K. István rendező instruálja. Ennek az izgalmas folyamatnak is részesei lehettek azok a színházbarátok, akik ellátogattak a színházak éjszakájára. Budapesten már 5. alkalommal nyíltak ki ezen az éjszakán a teátrumok kapui, a Móri Zsigmond Színház most először várta a közönséget. Budapesten már 5. alkalommal rendezik meg a Színházak éjszakája rendezvényt, minden évben nagy népszerűségnek örvend, és olyan jó marketinget, olyan jó reklámot csinál a színházaknak, hogy úgy gondoltam, hogy ideje, hogy a Nyíregyházi Színház is becsatlakozzon ebbe a jól kitalált sorozatba. És úgy érzem, hogy a visszajelzések alapján, ugye itt a Klúdi Kamarába és a nagyszínpadra is regisztrálni kellett a helyekre, ez nagyszerűen működik. A Kamarában a Sirály próbája mellett a Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról című musical egyik készülő jelenetét is láthatta a közönség, a nagyszínpadon pedig a Tudós Nők felújító próbája zajlott. Az ingyenes programokon nagy volt az érdeklődés, a regisztrációhoz kötött helyek gyorsan megteltek. Én azért gondoltam, hogy eljövök, mert nagyon érdekel, hogy hogy zajlanak a próbák, hogy áll össze egy előadás, mi vezet odáig, amit utána végül látunk. Az évad első premierjét október 1-én tartják a Klúdi Kamarában, a nagy színpadon pedig a Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról lesz az első bemutató Tasnári Csaba rendezésében október 8-án.